Törvényszéki értékelés, mintegy 82 ezer ügyet fejeztek be tavaly a megyebeli bíróságok. Akcióban a hulladékkommandó. Csak tavaly több mint 173 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze Nyíregyháza kül- és belterületén. Segítő ebek, jelenleg mintegy 130 vakvezető kutya segíti a látássérülteket hazánkban. Mintegy 82 ezer ügyet fejeztek be tavaly a megyebeli bíróságok. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az érkezett ügyeket meghaladó ügymennyiséget teljesített 2016-ban a megyei bírósági szervezet, hangzott el a Nyíregyházi Törvényszék évértékelő sajtótájékoztatón. A törvényszékre és a hozzátartozó járásbíróságokra tavaly több mint 81 ezer ügy érkezett, és csaknem 13 ezer maradt folyamatban, illetve minimális volt azoknak az ügyeknek a száma, amelyek visszakerültek az elsőfokú bíróságokhoz. Büntető ügyet tárgyal a Nyíregyházi Törvényszék bírói tanácsa. Ez az eljárás egyike annak a 82.137 peres és nem peres ügynek, amelyeket tavaly befejezett a megyei bírósági szervezet. A törvényszékre, a járásbíróságokra, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróságra 2016-ban ennél valamivel kevesebb, mintegy 81 ezer ügy érkezett. Csak nem 13 ezer ügy maradt folyamatban, ezeket még nem fejezték be a bíróságok. Nagy munkát végeztünk, hiszen az érkezett ügyektől meghaladó ügymennyiséget fejeztünk be, így a hátralékunk csökkent, az ügyfeleink időszerűbben kapnak tőlünk ítéleteket, döntéseket, a megalapozottságot tekintve pedig minimális azon ügyeknek a száma, amelyek egy hatályon kívül helyezés folytán ismételten az elsőfokú bíróságon folytatódnak. A statisztikák szerint a polgári peres ügyszakban a befejezett ügyek 87,4%-a, míg a közigazgatási peres ügyszakban a befejezett ügyek 93,8%-a fejeződött be egy éven belül. A törvényszék elnöke a bíróság létszámhelyzete mellett tájékoztatást adott az infrastruktúrális fejlesztésekről is. Felújításra és beruházásra belső forrásból több mint 257 millió forintot fordítottak. Tudatosan tervezzük azt, hogy valamennyi épületünkben növeljük az épületnek a ellátottsági szintjét, az ügyfeleink, a kollégáink megfelelő méltó környezetben tudjanak ítélkezni. Az ítélkezést tekintve pedig természetesen mindig lehet többet, jobbat minőségiben dolgozni. Ennek érdekében számos képzést fogunk folytatni ebben az évben. Eljárási törvények vannak újak a civil ügyszakban, erre mindenképpen felkészülünk. A tájékoztatón Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke azt mondta, a bíróságok a rend megjelenítői és képviselői, a nyugodt ítélkező munka feltételeit pedig a bírósági szervezeteknek kell megteremtenie. Szavai szerint bárkinek, aki a bírósághoz fordul, azt kell éreznie, hogy a bíróságon rend, nyugalom és biztonság van. A tárgyalóteremben a bíró magányosan dolgozik, tehát magára van hagyva, amikor ott valamilyen rendmondás történik, mert pedig a legszélsőségesebb esetek is előfordulnak, nem csak az, amikor molinót bontanak, kiabálnak a bíróval, székeket is dobálnak időnként. Szerencsére egy nagy uniós projektnek, egy svájci projektnek köszönhetően nagyon sok biztonsági eszközt szereltünk be a bírósági épületekbe, tehát meg tudjuk azt akadályozni, hogy fegyveresek érkezzenek a bíróságokra, és képzésekkel segítjük a bírókat, hogy az ilyen helyzetekben tudjanak dönteni abban, hogy szigorúan, határozottan lépjenek fel, vagy többet tűrjenek, mint ami egy kívülálló számára esetleg elviselhető. Az OBH elnöke elismeréssel szólt a Nyíregyházi Törvényszék tavalyi munkájáról, kiemelve a jó időszerűségi mutatókat és a kevés hatályon kívül helyezések számát. Több mint 173 tonna illegális hulladékot gyűjtött össze a Nyírvévé Nonprofit Kft. Nyíregyháza kül- és belterületén 2016-ban. Ez közel 110 tonnával kevesebb az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Az úgynevezett hulladékkommandók célja az illegális lerakók visszaszorítása és felszámolása. Ebben többek között a közterület felügyelet és a rendőrség is segíti a céget.
A szervezetek összehangolt munkája hozhat csak eredményt, közölte Keckó János a nyíregyházi hulladékkommandó éves megbeszélésén. A Nyír-VV közterület fenntartási irodavezetője kiemelte, a közterületfelügyelet és a rendőrség együttműködése, valamint helyszíni jelenléte nagyban segíti a Nyír-VV-t. Az első nyíregyházi hulladékkommandót még 2004-ben az Emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen szervezték. Ma ott tartunk, hogy külterületeken sikerült jelentős mértékben visszaszorítanunk ezeket a lerakóhelyeket, mint pedig a lerakási mennyiségeket is. Azonban vannak új problémák. Itt a belvárosra értem a szelektív gyűjtő szigeteknek a környezetét, illetve társasházi lakóvezetekben a kommunális hulladékgyűjtő edények mellett kialakult helyzetet. Ez a probléma azért is jelentkezhet, mert a társasházban sok a költözés, így nehéz kiszámolni, hányan élnek egyszerre a lakásokban. Az ingatlanok felelősei pedig a gyűjtőedények méretén is próbálnak spórolni, és inkább kisebbet vásárolnak. De a legnagyobb mennyiségű illegális hulladékot például Mandabokorból, Felső-Simáról, Nyírszőlőből és Nagyszállásról gyűjtötték össze tavaly. De minden évben komoly problémát jelent, még többek között a Hóvirág, az Acél, az Orgona utcán, valamint a Huszár és a Keleti lakótelepen lerakott illegális szemét mennyiség. A hulladékkommandók célja az is, hogy még a helyszínen elkapják a szemetelőket. Egyeztetünk előre egy dátumot, amikor elindulunk. Természetesen megvan az évi ütemterv, az éves ütemterv. Itt összegyűlnek a szervezetek egy megadott helyen, és közösen bejárjuk ezeket a területeket egy ilyen rajtaütéses-szerű ellenőrzéssel. Ezen kívül vannak olyan ellenőrzéseink, amik nincsenek előre megbeszélve, és ezek alkalmával bármelyik szervezet jelzi azt, hogy ezen a területen észlelt illegális leragást, akkor azokon a területeken egy kicsit fokozottabb ellenőrzés legyen, így a megbeszélt időpontoktól eltérően is kimegyünk, teljesen adhok jelleggel, váratlanul, a nap legkülönbözőbb időszakában. A kommandó sikerességét az is jelzi, hogy 10 évvel ezelőtt csak a külterületi részeken 5-600 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze, az idei 173 tonnához képest. A Nyír-VV az ellenőrzésre és a megsemmisítésre tavaly 8,2 millió forintot költött, de átlagban a tevékenység évente 7 millió forintos kiadást jelent a cégnek. Ma van a vakvezető kutyák világnapja. Jelenleg mindegy 130 vakvezető kutya segíti a látássérülteket hazánkban. Egy segítő app kiképzése körülbelül 2 millió forintba kerül, azonban a vakvezető kutyákat igénylőknek semmit sem kell fizetniük. Tájékoztatta televíziónkat a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége vakvezető kutya kiképzőiskolájának vezetője. Schiff Mónika elmondta, az egyik legjobb vakvezető kutyafajta a Labrador Retriever. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutya tenyésztési és kölyök nevelési programja is van. Ezek a labrador kölykök nem sokára látássérülteket segítenek majd. Egy éves korukban kezdődik a kiképzési szakasz, 6 hónap alatt szinte mindent megtanítanak nekik, így lesznek vakvezető kutyák. A kiképzés a segítő ebet igénylő oktatásával és a kutyagazda közös közlekedésbiztonsági vizsgájával zárul. A vakvezető kutya munkájának két fő része van, az első a fegyelmező gyakorlatok, az engedelmességi vizsga, amilyen alapengedelmességet mutat, a második pedig a vezető munka. A vezető munka során a vakvezető kutya bejelzi az akadályokat a gazdájának, vagy kerüléssel tovább viszi őt az akadályok körül, vagy pedig objektumokat jelez be, mint például a lépcsőt, az ajtót vagy a megállót. Természetesen nem a kutya tudja az útvonalat, hanem a gazda tud fejben közlekedni, ő tudja, hogy merre szeretne menni, és a vezényszavakat adja ki a kutyának. Jelen pillanatban Magyarországon a Vakok Szövetsége 90 kutyát tart nyilván, aki tőlünk kapta a vakvezető kutyáját. Esetleg más szervezetek még adhattak kisebb alapítványok ki vakvezető kutyát gazdákhoz, tehát körülbelül olyan 120-130 vakvezető kutya közlekedik. Egy segítő app kiképzése mintegy 2 millió forintba kerül, azonban a vakvezető kutyát igénylőknek semmit sem kell fizetniük. Vakvezető ebet Nyíregyházán a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületénél is lehet igényelni, tájékoztatott a szervezet elnöke. Mi a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége vakvezető kutya iskolájából kérünk egy ide vonatkozó nyomtatványt, és elkezdjük kitöltögetni a kliens bevonásával, hiszen ő mindenféleképpen kell hozzá. Eddig 70 ezer forint egyszeri díjat kellett fizetni, miután összeszokott a számára megtalált ideális vakvezető kutyával, és levizsgáztak, most már ez ingyenes.
A megyei elnök hozzátette, jelenleg nincs Nyíregyházán vakvezető kutya, a segítő ebek egyébként mindenhova el és bekísérhetik gazdájukat, akár például üzletről vagy tömegközlekedési eszközről van szó. Az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétele a kormányváltásnak. Ehhez elsősorban a baloldalból 2010 előtt kiábrándult szavazók bizalmát kell visszanyerni, mondta szerdán Nyíregyházán megtartott utca fórumán Botka László. Az MSZP miniszterelnök jelöltje szerint az igazi feladat több százezer szavazat megszerzése lesz, ami azért is fontos, mert jelenleg a baloldali pártok támogatói összesen fele annyian vannak, mint a Fideszre szavazók. A Szeged polgármesteri tisztségét is betöltő szocialista politikus kiemelte, csak akkor lesz esélyük győzni nagy többséggel, ha az ország minden településén és a 106 választó körzetben egyetlen baloldali demokratikus jelölt áll a Fidesszel szemben. Azt arra kell tenni azt a kérdést is, hogy közös lista kell. Ugye ebbe a legnagyobb az ellenállás a többi ellenzéki demokratikus párt között. Mindenki világosan elmondja, szakértő, szakember, párt hovatartozásra való tekintet nélkül, hogy az Orbán rezsimet jelenlegi választási rendszer mellett csak közös jelöltekkel, közös listával és közös miniszterelnök jelölttel lehet leváltani. Az MSZP-t belső politikai harcok gyengítik, az ellenzéki párt teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy 2018-ban leváltsa a jelenlegi kormányt, mondta Szilvási István, a Fidesz önkormányzati képviselője csütörtöki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP miniszterelnök jelöltjének szerdai nyíregyházi látogatására reagálva a kormánypárti politikus azt mondta, a szocialisták több mint három busszal utaztatták szimpatizánsaikat az ellenzéki utcafórumra, ennek ellenére így csak 100-200 embert tudtak összeszedni a megyéből. Hozzátette, Botkának leginkább a Szeviép ügyben kellene szint vallania, pártja pedig nem lesz képes megnyerni a jövő évi választásokat. Ha ők mind összefognak, és a magukat éppen demokratának tituláló baloldali erők, akkor is körülbelül a fele a támogatottságuk annak, mint jelen pillanatban a Fidesznek. Itt azért nagyon komoly dolgoknak kellene történni ahhoz, és egy valódi megújulásra lenne szükség náluk. Ehhez viszont nagyon sokaknak, ahogy már el is kezdték mondani egymás között, hogy Gyurcsánynak mennie kell, mondták Botkáék, majd Gyurcsány közölt, hogy nem, ő marad, és mindenki más menjen. Ameddig ők ezzel vannak elfoglalva, addig teljes mértékben őket ez a fajta házon belüli vagdalkózás. Megújult Közép-Európa legnagyobb szekérgyűjteménye Máté Szalkán. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Az a célom, hogy a magyar ökölvívás megközelítse korábbi sikereit, és minél több fiatal válassza ezt a sportágat, mondta Nyíregyházán Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség nemrégiben megválasztott elnöke. A korábbi profi világbajnok a Dávides C meghívásának eleget téve tartott élménybeszámolót a Betlen iskolában. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 9 csapatot díjazott a márciusi fordulókban tanúsított sportszerű magatartásuk miatt. A jövőben a bajnokság alatt minden hónapban átadják majd az elismeréseket a fair play szellemét leginkább szem előtt tartó együtteseknek. Közép-Európa legnagyobb szekérgyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők Máté Szalkán, ráadásul a Szatmári Múzeum állandó tárlata, a szekérkocsi és hintó gyűjtemény most teljesen megújult. A tárlat interaktív lett, különleges audiovizuális eszközökkel várja a látogatókat. Második fázisához ért a Szatmári Múzeum egyik állandó kiállításának felújítása. 2015-ben az önkormányzat segítségével a déli szekérszín újult meg, most pedig a szekér, kocsi és hintó gyűjtemény teljes felújítása fejeződött be. A déli, illetve az északi szekérszínnek a felújítása készült el, ami már nagyon életveszélyes volt, hiszen a földben lévő oszlopok elkorhattak, és ennek a cseréje nélkülözhetetlen volt, illetve új burkolattal, illetve új bejáratot készítettünk a lakótelep felül, és ennek keretében azt hiszem, hogy nagyon színvonalas lett. És ennek nagyon fontos volt a második része, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően
audiovizuális eszközökkel, interaktív módon mutassuk be a szegezés, kocsizás történetét. Valójában az emberiség történetének egy nagyon fontos kérdése volt a keréknek a feltalálása. És ennek a bemutatása fantasztikusan sikerült. A felújított állandó tárlat átadóján a Máté Szalkai polgármester azt mondta, a kiállítás interaktív lett, így a múzeumi látogatása fiataloknak is élménydús lesz. Most már teljesen más hangsúlyt adunk a múzeumi légkörnek. Multimédiás, nagyon-nagyon komoly 21. századi technikai eszközökkel egy más légkört teremtünk. Befogadhatóvá tesszük az egészet fiataloknak, gyerekeknek, akik ugye digitális eszközökön nőnek fel. De teljesen másképp kell felépíteni egy múzeumi tárlatot, hogy egy mai fiatal ne unatkozzon mellette. A tervek szerint további fejlesztések várhatóak majd a Szatmári Múzeumnál. Az a célom, hogy a magyar ökölvívás megközelítse korábbi sikereit, és minél több fiatal válassza ezt a sportágat, mondta Nyíregyházán Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség nemrégiben megválasztott elnöke. A korábbi profi világbajnok a Dávid SC meghívásának eleget téve tartott élménybeszámolót a Betlen iskolában. Erdei Zsolt igazi közegében a ringben. A Magyar Ökölvívó Szövetség áprilisban megválasztott elnöke pályafutása során amatőrként olimpiai bronzérmet, valamint Európa-bajnoki és világbajnoki címet szerzett, profiként pedig 5 éven keresztül volt a WBO félnehézsúlyú világbajnoka. A sportvezető egy korábbi meghívásnak elegettéve érkezett Nyíregyházára. Nem mint Magyar Ökölvívó Szövetsége vagyok, képviselője vagyok itt, hanem mint Erdei Zsolt, mert hogyha engem a Barkóczi Laci megkér, mint Erdei Zsolt, mint mit tudom én, annó amatőr vagy profi világbajnok, hogy jöjjek le és motiváljam az itteni srácokat, akkor is lejövök, és ennek semmi köze az elnöki címhez. Az ökölvívást szeretem, imádom, ez az én hazám, tulajdonképpen az én családom, és bármilyen körülmények között, hogyha tehetem, akkor nyilván támogatom, hogy minél több srác kezdjen el bunyózni, minél több sráccal kedveltessen meg ezt a sportágat. Az Erdély Zsoltot meghívó Dávid SC 2011-ben alakult, és jelenleg 25-30 fiatal bunyózik rendszeresen a klub színeiben. Kezdettől fogva voltak eredményeink, most a legutolsó diák olimpián, a Monostori Lídia junior 46 kilóba megnyerte, illetve utazik a jövő héten Ukrajnába egy 5 napos versenyre, úgyhogy ő már most a válogatott kerettagba is belekerült. Ez az az első nemzetközi megmérettetése. Nagyon szurkolunk a Lidiának, hogy sikerüljön, de egyébként a szakemberek azt mondják, hogy nagyon ügyes, nagyon tehetséges. Reméljük, hogy a sok meccs, meg a rutin meg fogja hozni a győzelmeket. Erdei Zsolt azt mondta, mivel több mint 3,5 évtizede van a sportágban, kötelességének érezte, hogy igent mondjon azoknak, akik felkérték, hogy pályázzon az elnöki posztra. Nekem az a célom, hogy segítsen a magyar ökölvívást, és hogyha most az ökölvívásnak itt, ebben a pozícióban tudok a legtöbbet segíteni, akkor gondoltam, hogy elvállalom ezt a pozíciót. Mondom, mindenféle önös érdek nélkül, már csak azért is, mert ez nekem inkább óriási felelősség, és nyilván megtiszteltetés is, hogy a szakma egyértelműen, egyöntetően támogatott, de ez nekem egy óriási felelősség. Tehát én most itt valahol, ha úgy veszük, kulokba tettem a nyakamat, és bevállaltam azt, hogy szebbé varázslom az ökölvívó sportot. Az elnök szerint a 2020-as olimpián még nem várható kiemelkedő eredmény az ökölvívóktól, de 4 évvel később a szisztematikus munkának köszönhetően már lehet olimpiai érmese a sportágnak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 9 csapatot díjazott a márciusi fordulókban tanúsított sportszerű magatartásuk miatt. A jövőben a bajnokság alatt minden hónapban átadják majd az elismeréseket a fair play szellemét leginkább szem előtt tartó együtteseknek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága évek óta sokat tesz azért, hogy az alacsonyabb osztályú bajnokságokban mind a pályán kívül sportszerű körülmények uralkodjanak a mérkőzéseken. A bajnokság végén korábban is díjazták a legsportszerűbb csapatokat, mostantól viszont havonta vehetnek majd át elismeréseket a fair play szellemét leginkább szem előtt tartó együttesek. A megyei első osztály, a 3 másodosztályú csoport és az 5 harmadosztályú csoport márciusi győzteseinek képviselői szerdán a megyei
megyei igazgatóságon kapták meg a díjakat. A versenybizottságunk összeállított egy olyan pontozási táblázatot, amiben különböző szabálytalanságokat, hibapontokkal büntetünk. Gondolunk ide a sárgalapok, piroslapokra, létszámhiányos kiállásra, el nem utazásra, meg nem jelenésre, rendezési hiányosságra, akár sportszakember bizonyos viselkedésére, ezzel kapcsolatos büntetéseknél mind-mind bizonyos hibapontokat érnek, attól függ ugye, hogy milyen súlyú ez a szankció, és természetesen minden hónapban az a csapat végez az élen, az lesz a legfelrebb, aki a legkevesebb hibapontot gyűjtötte össze. A megyei harmadosztály nyírség csoportjában az Éllovas Biri bizonyult március legsportszerű csapatának. Nagyon fontos, mert mérvadó, úgy ítélik meg a falut is, a csapatot is, meg igazából szerintem az én munkámat is, hogy milyen a csapatom, az szerintem visszatükrözi az én személyiségemet is. Ebben a bajnokságban igazából pont hétvégén szenvedtük el az első vereségünket, de azt mondom, hogy megye háromba vagyunk, büszke vagyok rá, hogy ezekkel a fiúkkal dolgozhatok, mert heti kétszer, fizetés nélkül 12-13 fővel tudunk edzeni, és 15 fős a keretünk. A vezetőség, amit ígér, azt biztosítja, igaz, hogy nem ígérnek nagyot, de az megvan. Szóval ígéret van rá, hogy ifi csapatunk az készen áll, és akkor szeretnénk vállalni a megyei másodosztályt ezzel a kerettel, egy-két játékossal kiegészülve. A megyei első osztályban a Rakamaz, a másodosztályban a Tiszadob, az Áhony és a Tarpa, a harmadosztályban a Biri mellett a Nyírtelek, a Tunyogmatolcs, az Aranyosapáti és a Hermánszeg bizonyult a legjobbnak az első alkalommal kiírt sportszerűségi versenyben. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 82 ezer ügyet fejeztek be tavaly a megyebeli bíróságok, hangzott el a nyíregyházi törvényszék sajtótájékoztatóján. A törvényszékre és a hozzátartozó járásbíróságokra tavaly több mint 81 ezer ügy érkezett, és csak nem 13 ezer maradt folyamatban, illetve minimális volt azoknak az ügyeknek a száma, amelyek visszakerültek az elsőfokú bíróságokhoz. Több mint 173 tonna illegális hulladékot gyűjtött össze a Nyírvévé Nonprofit Kft. Nyíregyháza kül- és belterületén 2016-ban. Ez közel 110 tonnával kevesebb az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Az úgynevezett hulladék kommandó célja az illegális lerakók visszaszorítása és felszámolása. Ebben többek között a közterületfelügyelet és a rendőrség is segíti a céget. Ma van a vakvezető kutyák világnapja. Jelenleg mintegy 130 vakvezető kutya segíti a látássérülteket hazánkban. Egy segítő app kiképzése körülbelül 2 millió forintba kerül, azonban a vakvezető kutyát igénylőknek semmit sem kell fizetniük. A szakemberek azt mondják, az egyik legjobb vakvezető kutya fajta a Labrador Retriever. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 27-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal. Péntek estig a Kárpát-medencét is elérő hullámzó frontrendszer lényegesen nem változtatja helyzetét, marad a nagy hőmérséklet különbség az ország északnyugati és keleti részei között. Az éjjel többször megnövekszik a felhőzet és több helyen előfordul záporeső, a déli szél megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran megnövekszik a felhőzet, általában kevés napsütésre lehet számítani, több helyütt várható záporeső. A déli, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18-25 fok között alakul, melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton a frontrendszer kelet felé vonul, napközben több helyen várható eső, záporeső, térségünkben is lehűl a levegő hétvégén. Vasárnap a Tiszántúlon még több helyen eleredhet az eső. A jövő hét első felében több-kevesebb napsütésre mindenhol számítani lehet, és csupán elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Átmenetileg hidegebbek, majd ismét enyhébbek lesznek az éjszakák. A maximum hőmérséklet a jövő héten a sok évi átlagnak megfelelően alakul.